Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Káptalanfüredről, a strandról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én itt vagyok Káptalanfüreden, a strandon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz, amit konkrétan itt rögzítek a Káptalanfüredi strandon. És ez itt szemben természetesen a Balaton, ami itt látható, tehát ez itt a Balaton, így néz ki, december 31-én a Balaton, 2022-ben, szilveszter napján, amikor is ez az utolsó videóm erre az évre, tehát 2022, a 2022-es évnek ez lesz az utolsó spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videója. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit konkrétan itt rögzítek a Káptalanfüredi strandon. És akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Ahogy láthassátok, itt vagyok ugye a Káptalanfüredi strandon, és most úgy gondoltam, hogy mivel hogy úgy sincs most itt senki rajtam kívül, itt a Káptalanfüredi strand területén, akkor úgy gondoltam, hogy csinálok itt egy ilyen kis sétálós videót itt a strand területén, és közben megmutatom néktek, hogy hogy is néz ki a Káptalanfüredi strand így a videón keresztül, és akkor bele is vágunk ebbe az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóba, amit konkrétan itt rögzítek a Káptalanfüredi strandon. És akkor így néz ki a Káptalanfüredi strand maga, és akkor sétálunk egyet itt a strand területén, és közben megmutatom néktek, hogy hogy is néz ki a Káptalanfüredi strand. Ahogy láthassátok, itt még a lépcső benne van a vízbe. Hát, ha van olyan bátor ember, aki vállalkozik arra, hogy ilyenkor télen megmártózik a Balatonba, hogy ezen a lépcsőn szépen be tud menni a vízbe, ha akar. Hát, ha van olyan bátor ember, nyilván van olyan. És akkor kicsit sétálunk itt a Káptalanfüredi strand területén, és ahogy mondottam, ez lesz a 2022-es év utolsó videója. Itt van egy ilyen színpadszerűség, vagy nem is tudom, mi akar ez itt lenni, de szerintem egy színpad akar ez lenni, az én szerény véleményem szerint, vagy egy napozóstég inkább. Jó, legyen inkább napozóstég, mert szerintem ez inkább egy napozóstég, ami itt látható ezen a felvételen, és akkor szépen haladok itt a Káptalanfüredi strand területén, és közben itt megmutatom néktek, hogy hogy is néz ki a Káptalanfüredi strand egy újabb videóban, amit most ezúttal itt rögzítek a Káptalanfüredi strand területén. Hát itt van egy ilyen esőbeállószerűség, ahogy látható ezen a felvételen, de szerintem itt vendéglátás szokott működni, tehát valószínű, hogy ez itt egy vendéglátóegységnek a terasza, de én esőbeállónak nézem, és akkor haladok tovább itt a Káptalanfüredi strand területén. Ugye ott van a vízimentőknek a őrtornya, ahogy látható ezen a felvételen, tehát ott a vízimentőknek az őrtornya, és így néz ki maga a Káptalanfüredi strand. Hát itt ilyen vörös homokkőből van kirakva a sétány, ahogy látható ezen a felvételen, és itt a lépcső ki van emelve a vízből, és akkor sétálunk egy kicsit itt a Káptalanfüredi strand területén, és közben megmutatom néktek, hogy hogy is néz ki. Hát itt van egy ilyen információs tábla, ugye viharjelzés címszóval, ugye itt a Balatonnak a térképe látható, ahogy látható ezen a felvételen. Itt le vannak írva a szabályok, tó középi állomások, partmenti állomások,
Keszthelyi öbölben vannak a tól közepi állomások, és ugye a keleti medencében is van ilyen, és ugye mi most a keleti medencében vagyunk, vagyis ugye itt vagyunk a keleti medencébe, tehát ez itt a keleti medence, és én most itt vagyok ugye Balatonalmádiba, tehát ez itt Balatonalmádi, én jelenleg ugye itt vagyok, és így néz ki ez a viharjelzős információs tábla, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor folytatom tovább a én kis sétámat itt a Káptalan-Füredi strand területén. Ugye így néz ki a strand. Hát nagyon szép kis strand amúgy ez, ami nagyon szép ez a Káptalan-Füredi kis strand. Nem nagy, de nagyon szép. És így néz ki maga a Káptalan-Füredi strand, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor sétálok tovább itt a Káptalan-Füredi strand területén. Tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok. És akkor folytatom tovább a én kis sétámat itt a Káptalan-Füredi strandnak a területén, és közben megmutatom néktek, hogy hogy is néz ki a Káptalan-Füredi strand, így egy videó által. Ez a videó által megmutatom néktek, hogy így néz ki a Káptalan-Füredi strand, ahogy látható ezen a felvételen. Amúgy nagyon szép kis strand, mert tényleg nagyon szép, kicsi, de nagyon szép kis strand. Láthassátok, hogy milyen nyugodt a Balaton is. Tök nyugodt a Balatonnak a víztükre, ahogy látható ezen a felvételen. Láthassátok, milyen nyugis a Balaton. Látható a felvétel, milyen nyugis a Balaton. És akkor haladok tovább itt a Káptalan-Füredi strand területén. És akkor teszek itt egy kört, sétálok egy teljes kört itt a strand területén. És közben megmutatom néktek, hogy hogy néz ki maga a Káptalan-Füredi strand. Hát ugye itt van egy ilyen üzemi épület, tehát ez itt egy ilyen üzemi épület akar lenni, ahogy látható ezen a felvételen. Természetesen ez is a balatoni vörös homokkőből van, úgymond díszítve, mert valószínűleg nem abból van építve, hanem téglából, csak ugye a kövek, amik kívülről díszítik, azok ugye a jellegzetes balatoni vörös homokkő. Hát mint például itt ez a sétány is ugye ebből a balatoni vörös homokkővel van kirakva, ahogy látható ezen a felvételen. Hát közben itt vannak a vízibiciklik ugye oldalra állítva, és várják a szezont. Tehát láthassátok, hogy itt vannak a vízibiciklik oldalra állítva, ki vannak emelve a vízből, és várják a nyarat, hogy eljöjjön újra a strand szezon. És akkor itt vannak ugye a vízibiciklik, ahogy látható ezen a felvételen, mert hogy van itt ilyen is. Hát konkrétan itt 5 darab vízibicikli látható, tehát ez konkrétan 5 darab vízibicikli, ahogy látható ezen a felvételen, tehát ez 5 darab, és itt ezek le vannak szépen depózva, ki vannak ide a partra depózva, és várják a szezont, hogy elkezdődjön a strand szezon, ami ugye már csak 2023-ban lesz, hiszen szilveszter van, amikor ez a videó készült. És akkor haladok tovább itt a Káptalan-Füredi strand területén. Közben van itt egy ilyen szabadtéri fitness részleg is, tehát van itt egy ilyen szabadtéri fitness részleg is, itt különböző fitness gépek láthatóak, ahogy látható ezen a felvételen, tehát itt ilyen különböző fitness eszközök láthatóak itt a szabadtérben, ezek ilyen szabadtéri fitness eszközök, van itt tulajdonképpen minden, ami kell a fitnessezéshez, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg van itt minden, amit csak el tudunk képzelni, ami kell úgymond a fitnessezéshez, a szabadtéri fitnessezéshez, csak kimondom, és akkor haladok tovább itt a Káptalan-Füredi strand területén. Hát itt már ugye viakolorral van lerakva ugye a sétány, tehát itt már ugye térkővel van lerakva a sétány, ahogy látható ezen a felvételen. És ugye ott vannak ugye az öltöző fülkék, tehát azok ott az öltöző fülkék, tehát azok ott végig öltöző fülkék, és itt van ugye a fitness, a szabadtéri fitness terem, szabadtéri fitness eszközök vannak itt,
van itt tulajdonképpen minden, amit ugye el tudunk képzelni, mert tényleg van itt mindenféle szabadtéri fitness eszköz, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg van itt mindenféle, jó sok fajta van itten, ahogy látható, van itt azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 darab fitness eszköz található itt a káptalanfüredi strand területén. Mert tényleg 10 darab szabadtéri fitness eszköz található itt, ahogy látható ezen a felvételen, íme, és ez nyilván ilyen gumis, tehát ez nyilván ilyen gumis sztori itten, igen, tehát ez ilyen gumis sztori, ami itt látható, hát ugye van itt egy ilyen bordásfalszerűség, itt lehet ugye nyújtózni, ott van egy ilyen nem tudom micsoda, mert nem tudom mik ezek valójában, csak én szabadtéri fitness eszközöknek hívom, de van itt tulajdonképpen mindenfajta, ahogy látható ezen a felvételen, íme. És akkor így körültekintünk, körülnézünk, ott van ugye ez az üzemi épület, és akkor így néz ki maga a káptalanfüredi strand, ahogy látható ezen a felvételen, íme. És akkor szépen haladok tovább én ebben a sétával, itt a káptalanfüredi strand területén, tartsatok velem a továbbiakban is, visszakijövök erre a térköves sétányra, mert láthassátok, hogy ez viakolorral van leburkolva, ahogy látható, ez egy ilyen térköves sétány, vagyis viakolor. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És itt ilyen öltözőfülkék is vannak, ahogy látható, tehát vannak itt ilyen öltözőfülkék is. Itt van egy szörftároló, tehát van itt egy szörftároló is, ami le van lakatolva. És akkor így néz ki, hát itt újabb öltözőfülkék láthatóak, ahogy látható ezen a felvételen. És így néz ki maga a káptalanfüredi strand. Én ugye abból az irányból jövök, és így néz ki a káptalanfüredi strand, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor folytatom tovább a káptalanfüredi strandnak a bemutatását, tehát bemutatom néktek, hogy hogy néz ki a káptalanfüredi strand, így a videóm által. Itt van egy ilyen strandröplabdapálya, tehát itt van egy ilyen strandröplabdapálya is, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát ott van egy ilyen strandröplabdapálya, ahogy ez látható ezen a felvételen. Ugye az ott egy strandröplabdapálya. Csak ki tudom mondani, ha meg nem, akkor így jártam. És akkor szépen haladok tovább itt a káptalanfüredi strand területén. És itt vannak ugye a vendéglátó egységek, amik most természetesen zárva vannak, hiszen ugye december 31-én készült ez a videó, szilveszterkor, 2022. december 31-én készült ez a videó, és ilyenkor nyilván zárva vannak itt a strandon a vendéglátó egységek, ahogy látható ezen a felvételen. Hát majd egy fél év múlva már nyitva lesznek, mert fél év múlva már nyár lesz újra. És akkor itt van ugye maga ugye a strandröplabdapálya, tehát az konkrétan itt látható, maga a strandröplabdapálya. Hát csak meg ki tudom mondani. És akkor így néz ki a maga a káptalanfüredi strand. Én ugye abból az irányból jövök. És így néz ki a káptalanfüredi strand, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor folytatom tovább a én kis sétámat itt a káptalanfüredi strandon. Tehát folytatom tovább az én kis sétámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Hát most csak itt a strand területén fogok egy teljes kört lesétálni. És közben megmutatom néktek, hogy hogy néz ki a káptalanfüredi strand. Hát így néz ki, gyerekek. És ahogy mondottam, ez lesz az év utolsó videója. Tehát 2022-ben ez lesz az utolsó videó, amit rögzítek. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Itt
Itt szépen ugye vissza le lehet menni a vízparthoz, tehát itt szépen vissza le lehet menni a vízpart felé, tehát itt szépen vissza le lehet menni magára a vízparthoz, és akkor haladok tovább itt a Káptalanfüredi strand területén, és akkor mutatom, hogy még mi minden van itt. Ugye itt vannak ugye a vendéglátó egységek végig, mert tényleg itt vannak, amik most természetesen zárva vannak, és ugye így néz ki maga a Káptalanfüredi strand. Hát így néz ki maga a strand, ahogy látható ezen a felvételen, íme. Ugye itt van a Káptalanfüredi strandnak a főbejárata, tehát ez itt a Káptalanfüredi strandnak a főbejárata, ami itt látható. Tehát ez itt a Káptalanfüredi strandnak a főbejárata, tehát ez itt a főbejárat, amit így meg is mutatok, mert előbb nem tudtam megmutatni, mert pont akkor jöttek befelé, volt itt mozgás, meg van is mozgás, mert nem csak egyedül vagyok itt, és akkor ugye ez itt a Káptalanfüredi strandnak a bejárata, arra felé van ugye az utca, illetve a vasút is konkrétan arra felé van, tehát arra felé van az utca, illetve a vasút is konkrétan arra felé van, és a Káptalanfüredi strandnak ez az egyetlen egy bejárata van, mert tényleg ez az egyetlen egy bejárata van a Káptalanfüredi strandnak, ami itt látható ezen a felvételen. És akkor haladok tovább, természetesen, folytatom tovább a én kis sétámat, itt a Káptalanfüredi strand területén, és majd lassacskán körbe is fogok érni, mert tényleg nem olyan nagy ez a strand, tehát nagyon hamar be lehet járni, mert tényleg nem nagy az a strand. Itt van egy ilyen okospont, ahol a telefonokat föl lehet tölteni, tehát itt föl lehet tölteni itt a telefonokat, tehát egy ilyen okospont tulajdonképpen, ez található itt a Káptalanfüredi strandon, egy darab ilyen található, egy ilyen okos pont, és akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, és akkor ugye itt van ez a telefontöltő pont, tehát itt lehet feltölteni a telefonokat, tehát itt lehet feltölteni a telefonokat, aki itt strandol, tehát van itt ilyen is, ahol a telefonokat tök nyugodtan föl lehet tölteni, mert tényleg föl lehet tölteni itt a telefonokat, mert föl lehet. Nyilván strand szezonban működik ez csak, nyilván ilyenkor a szezonon kívül ez ki van kapcsolva, tehát ez ilyenkor több mint valószínű, hogy nem üzemel, de nyilván amikor van a szezon, tehát a főszezon, vagyis a strand szezon, akkor több mint valószínű, hogy működik ez a telefontöltőpont, ami itt látható ezen a felvételen, és általában az ilyen helyeken wifi is van, tehát általában az ilyen helyeken wifi is található, mert általában wifi is van az ilyen helyeken, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy az ilyen helyeken wifi is van, vagyis internet kapcsolat, azért mondom én ezt okospontnak, illetve telefontöltőpontnak, tehát egy található itt a Káptalanfüredi strand területén is egy ilyen telefontöltőpont, ahogy látható ezen a felvételen, tehát ez itt található nagyjából a strand közepén, tehát nagyjából ez a strand közepén van, és akkor haladok tovább, folytatom tovább a Káptalanfüredi strandnak a úgymond bemutatását, így a videómon keresztül. Közben megérkezett a személyvonat Székesfehérvár felől, mert itt van kint ugye a Káptalanfüredi vasúti megállóhely, az ott van kint. Igen, ott van kint a vasúti megállóhely, pont szembe van a Káptalanfüredi stranddal, maga a Káptalanfüredi vasúti megállóhely, ahogy látható ezen a felvételen, tehát ott van, épp most megy ki a vonat, ami egy kék flirt egyébként, az épp most megy ki Balatonfüred felé, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor haladok tovább itt a Káptalanfüredi strand területén. Természetesen vannak itt tusolók is, ami nyilván hidegvizes, tehát vannak itt tusolók is.
És akkor itt van egy ilyen kis játszótérszerűség is, mint általában minden strandon. Itt is ugye van ilyen kis játszótér, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt is van egy ilyen kis játszótérszerűség, mint általában minden strandon található. Ilyen kis játszótér, nyilván itt is megtalálható, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor szépen haladok tovább itt a Káptalanfüredi strand területén. Tilos a dohányzás természetesen, tehát természetesen tilos itt a dohányzás. És akkor itt van ugye a kis játszótér, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát most éppen nincs itt senki, így hát ezt most jó le is videózom, mert éppen most nincs itt senki itt a játszótérnél, egy gyerek sincsen, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt látható a Káptalanfüredi strandnak a kis játszótere, íme, tehát így néz ki a Káptalanfüredi strandon a kis játszótér, ahogy látható ezen a felvételen, íme, van itt minden tulajdonképpen, mert tényleg van minden, ami egy játszótérre kell, mert tényleg van itt minden, ahogy láthassátok ezen a felvételen, mert tényleg van itt minden, és akkor haladok tovább itt a Káptalanfüredi strand területén, tehát folytatom tovább a én kis sétámat, itt a strandnak a területén. Jó, körbe megmutogatom néktek, hogy hogy is néz ki a Káptalanfüredi strand. Hát íme, így néz ki, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki maga a Káptalanfüredi strand, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor ugye itt van ez a kis játszótér, illetve van itt egy kis homokozó is, ahogy látható ezen a felvételen. És lassacskán körbe is érek, tehát lassacskán körbe is érek. Visszaérkezek ugyanoda, ahonnan elindítottam ezt a videót, itt a strand területén. És akkor ugye ott is vannak ilyen különböző játékok, mert ott is láthatóak ilyen különböző játszótéri eszközök, ahogy látható ezen a felvételen. És természetesen asztal és pad is van, tehát természetesen van itt asztal is, meg pad is, íme. Hát láthassátok, hogy van itt asztal is, meg pad is konkrétan, és van itt némi, hát van itt egy jó szép kis játszótér kialakítva, itt a strand területén, ahogy látható ezen a felvételen, és így néz ki maga a Káptalanfüredi strand, íme. Tehát így néz ki maga a Káptalanfüredi strand, íme. És akkor lassacskán ki is érek vissza ugyanoda, ahonnan elindítottam ezt a videót. Így hát lassacskán körbe is érek. És valójában ebben a videó, és valójában ebben a videóban azt láthattátok, hogy megmutattam néktek, hogy hogy néz ki a Káptalanfüredi strand. Remélem, hogy tetszett néktek ez a kis videó, és kedvet kaptatok ahhoz, hogy eljöjjetek ide nyáron, és strandoljatok egy jót itt a Káptalanfüredi strandon. És akkor vissza kísértünk a vízpartra, ahol tulajdonképpen honnan elindítottam ezt a kis videómat, illetve ezt a kis körsétámat itt a strand területén, és így néz ki maga a Káptalanfüredi strand, ahogy látható ezen a felvételen, ugye én abból az irányból jövök, és így néz ki maga a Káptalanfüredi strand. És akkor vissza ki is jöttem ide a vízpartra, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát vissza ki is jöttem a vízpartra, ugye itt a Balaton látható természetesen, és akkor kicsit még itt előrébb megyek, és akkor lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben a újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt rögzítettem a Káptalanfüredi strandon,
és közben megmutattam néktek, hogy hogy is néz ki maga a káptalanfüredi strand. És akkor ennyi lett volna, tehát vissza is érkeztem ugyanoda, ahonnan a mai kis körsétámat elindítottam, itt a strand területén, ugye arrafelé indultam el a videó elején, és ugyanide vissza is érkeztem, és ennyi is lett volna tulajdonképpen ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem legközelebb is, egy következő videóban. Az évnek ez lesz az utolsó videója, tehát 2022-es évnek ez az utolsó videója. Köszönöm szépen az egész éves figyelmet, tartsatok velem majd 2023-ban is. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, tartsatok velem legközelebb is egy következő videóban, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra, és találkozzunk 2023-ba. Ez volt a 2022-es év utolsó videója. Köszönöm szépen az egész éves figyelmet. Találkozzunk 2023-ba. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Üdvözlettel Frici a Káptalanfüredi strandról. Sziasztok! És boldog új évet!